Az eltévedt mesehősök volt a témája a tavaszi vármegyei képzőművészeti kiállításnak, a díjkiosztó ünnepségnek pedig immár második alkalommal adott otthont a Kodály Zoltán általános iskola, gimnázium és AMI. A pályázatra a vármegye 16 iskolájából összesen 150 pálya mű érkezett. A tavainál több mint 60 kiállított darabbal több érkezett, úgyhogy egyre nő a népszerűsége a kiállításnak. Természetesen azt kell róla tudni, hogy a grafikarajz festészet tanszakunknak, művészeti iskoláknak és a Kodály iskolának a tanárai vezetésével valósul meg ez a program, és várjuk rá nem csak a vármegyéből, most már a vármegyén kívülről is a pályázatokat. A pályázóknak ezúttal egy olyan témát kellett ábrázolniuk, mely szerint egy Grimm mesehős egy másik Grimm mesében ébred. A műveket ezúttal is rangos szakmai zsűri értékelte. Ha elmegyünk egy-egy ilyen kiállításon a képek előtt, valami megfog, valami megállít, hogy ez igen, ez hú, de nagyon jó. De eltalálta, valami megfog benne, hogy ezt én is kitenném a falra a szobámban. Meg hát az is, hogy mennyire, az is lehet szempont, hogy mennyire meglepő, mennyire meghökkentő az ábrázolásmód, mennyire elgondolkodtató akár. Az eredményhirdetésen számos elismerést talált gazdára, hiszen a zsűri külön-külön díjazta az általános iskolába és a művészeti általános iskolába járók munkáit. Ezek alapján a következő eredmények születtek. A művészeti általános iskolásoknál nagy díjas lett Kovács Júlia Róza, megosztott első helyen osztozott Kuruc Regina Mira és Kis Nóra, második helyen végzett Balogh Flóra, Novek Brigitta rajza a harmadik lett, a külön díjakat pedig Fülöp Gréta és Virág Lili alkotásai érdemelték ki. Az általános iskolások közül megosztott első helyen végzett Kerékgyártó Emília és Vajon Éva, a második helyen osztozott Farkas Erzsébet Eszter és Visnyei Beron András, a harmadik helyen három alkotást díjaztak, ezek Smulai András, Fóris Benedek és Takács Áron munkái, a külön díjasok pedig Farnas Lois Dominika és Asztalos Noémi Blanka lettek.